Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, 26-a van november utolsó szerdai napja. Ezen a napon a Lukács Evangélium 21. fejezetéből hallgathatjuk meg templomainkban az evangéliumot. A 12. verstől a 19 ig hallgassuk most is meg a televízión keresztül. Egy alkalommal Jézus így tanított mindenek előtt kezet emelnek majd rátok, és üldözni fognak titeket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé is hurcolnak miattam. Mindez alkalom lesz arra, hogy tanúságot tegyetek. Vésétek szívetekbe, ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékes szólást és bölcsességet adok nektek, amelynek egy ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellent mondani. Elárulnak szüleitek és testvéreitek, a rokonaitok és barátaitok, sőt, lesznek, akiket meg is ölnek. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de egy hajszás sem vész el a fejetekről, álhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket. Ezek az evangélium igéi. Hát, kedves jó testvérek, üldözés szenvedünk? Bíróság elé állítanak bennünket? Királyok és helytartók elé hurcolnak minket? Vagy éppensége családjainkon belül valamiféle ilyen kellemetlenségekben van részünk? Nos, azt mondhatom, hogy nem egyértelműen mondhatjuk, hogy nem. Mert bizony van, hogy kereszténységünkért meg kell szenvednünk. Nem mennyországban vagyunk, nem egy teokrácia az, vagy teokratikus államrendszer, amiben élünk. Nem Isten uralom van, hanem jó esetben demokrácia, a nép uralom és a nép által megválasztott vezetők döntenek, Néha még afölött is, hogy éppenséggel hogyan képzelik el a mi jövőnket nem csak materiális dolgokban, nem csak kultúra szempontjából, hanem még világnézetünk szempontjából is. És most véletlenül sem mondom, hogy ja Istenem, örüljünk annak, hogy most már azért, ritkábban hallunk olyan eseményekről, mint az 50-es években, vagy az egyháztörténelem történelem sok-sok hullámvölgyében, mert azt mondom, igen, hála Istennek most talán kisebb a veszélyhelyzet. Most például fölvesznek már egyházi iskolában tanult diákot is, egy pedagógus hivatást magában érző diákot, az Ötvös Lórán Tudományegyetemre. Lehet belőle tanár. Ez később, bocsánat, régen ugyanis nem volt lehetséges. Pannon Hamán végzett az illető, vagy a piaristáknál Kecskeméten. Lehetett esetleg orvos, lehetett esetleg egy laboratóriumban dolgozó biológus, de katedrára nem engedték, hogy ezzel a, ezzel a negatív világnézettel, a vallásos világnézettel, amelyre szertette az iskola padjaiban 14-18 éves kora között, egy középiskolában, nehogy megfertőzze tanul, tanulóit, diákjait, akiket rábízott a gondviselés, ha ő pedagógus. Na, ilyen manapság már remélem, hogy egyértelmű, hogy nincs. De a rossz példa például. Még mindig luciferi dolog, ahogy megpróbál bennünket eltántorítani az igazság útjáról, a kereszténységről. Hányan és hányan szenvednek azért, mert nincs példaképük. Most, hogy csinálom ezeket a beszélgetéseket paptestvérekkel, civil személyekkel, különböző példamutató házaspárokkal és egyebekkel. Pontosan ezért csinálom, mert kell, hogy lássuk, hogy van jó példa. Nagyon sokszor nem tudunk arról, hogy igenis van, aki például tisztán indul a házasságba, szüzen, férfi, nő, egyaránt. Nem élnek együtt előtte az egyháznak a kérését, jó szándékú, értünk, értük meghatározott törvényét betartják, mert így akarnak kedvesek lenni, erényes életet élve a Mindenható Isten előtt? Hányan és hányan szinte el sem hiszik, hogy lehetne így is? Így tehát azért mégiscsak meg kell szenvednie annak, aki így él, aki keresztény módon akar élni, mert nagyon kilóg a sorból. Kilóg a sorból, és ezért negatív jelzőket kap, ezért megmosolyogják, ha, ő még mindig és álhatatosan, ahogy az evangéliumban hallottuk az utolsó mondatban, az üdvözül, aki álhatatosan kitart. De az evangélium arra is megtanít bennünket, hogy ha kellemetlenségben van részünk, királyok, helytartók elé hurcolnak bennünket, vagy nézeteltérésünk támad, erkölcsi rendünk miatt az egyház törvényéhez való ragaszkodásunk miatt, akkor ne aggodalmaskodjunk, ha netán erről beszélnünk kell. Néha előfordul, hogy olyan témát vet föl valaki, amiben állást kell foglalnunk. Ilyen például egy eutanázia, ilyen egy magzagyilkosság, az abortusz, ilyen a vállás, ilyen a nemek önként való megválasztása netán, ami már egyenlő az őrültséggel. És mégis azt mondom, talán néha azért nem mer valaki kitartóan és álhatatosan állást foglalni ezekben a témákban az Isten akarata szerint, mert fél attól, hogy a másik ebben a témában többet tud, nagyobb a szája, le fog engem beszélni a magam álláspontjáról, túlharsog engem, meg fogja tudni védeni a maga igazát, ellentétben velem, aki esetleg nem tudom megvédeni a magam igazát. Hát akkor miért van a Szentlélek? Már bocsánat, miért nem hívjuk segítségül a Szentlélek úristent gyakrabban, idézélbe téve bíróság előtt, vagyis, vagyis nehéz helyzetekben, hívjuk a harmadik isteni szemét, hogy most, most kérlek, a segíts. Most adj szókincset, növeld a tudásomat, vagy növeld bennem az alázatosságot, hogy kimerjen mondani, hogy tudod, kedves barátom, aki most engem megpróbálsz nevetségesét tenni, a szerinted már óhéber és idejét múlt elképzeléseim miatt, én nem vagyok tudós, én nem vagyok teológus, én sok mindent nem tudok, és talán meg sem tudom magyarázni, hogy miért ez vagy az az én álláspontom. De egy valamit tudok, ez az álláspont az Isten akarata szerinti. Fölvetődhetnek bennem kérdések, amikre én magam nem tudom a választ. De tudom, hogy kinél van a válasz, ami úrunk Jézus Krisztusnál. Ezért merem neked megmondani hogy mi az, amiben nem értek egyet veled. Merem fölhívni a figyelmedet neked, akinek a neve előtt talán ott van, hogy doktor vagy, emeritus professzor és egyéb rangod van, én pedig egy nagy szürke emberke vagyok, és nem több. Mégis belőlem Isten lelkének köszönhetően Jézus szól. Jézus figyelmeztet téged, hogy ne így, hanem úgy gondolkoz, ne így élj, hanem így és így, ahogy ezt Jézus tanítja, esetleg az anyaszentetjázunkon keresztül. Nem vitáznunk kell, például a bibliai igazságokban sem, nem csak a Krisztusi hit szerinti véleményünket kimondani, aztán rábízni a jó Istenre, hogy aki velünk szembeszáll, aki le akar beszélni minket, vagy önmagát már lebeszélte arról, hogy a Bibliát netán úgy értelmezze, ahogy azt 2000 év óta értelmezi a római katolikus egyház. Lehet, de Isten lelke képes lesz még őt is. Egy lehető pillanatnyi győztes csetepaté után, amivel legyőz engem figyelmeztetni, hogy tudod, azért mégiscsak neki voltám igaza, vagyis nekünk, akik nem mi vagyunk, hanem mi Krisztussal fölvértezve, a mi lelkünk a Szentlélek Istennel átitatva. Ezért hát légy nyugodt. Ha Krisztus elve szerint, az Anya Szent Egyház tanítása szerint vallod meg hitedet, akkor hit és erkős dolgában te ugyanúgy megtámadhatatlan és tévedhetetlen tudsz lenni, mint a római pápa, aki tudjuk, így igaz, hit és erkös dolgában, ha ex-katedra, tehát, mint hivatalos tanító az egyház élén nyilatkozik meg, akkor tévedhetetlen. Mi tévedhetetlenek vagyunk, mert nem mi okoskodunk, nem mi akarjuk föltalálni a spanyol viaszt, nem mi fedeztük fel Amerikát, hanem az Úristen tanítását akarjuk tolmácsolni a világnak. Ráadásul még ilyen ellenfeleinkben is. Meglátva a felebarátot, meglátva azt, aki elsősorban mégsem arra kíváncsi és nem arra szorul rá, hogy én mit mondok neki, hanem arra, hogy hogyan szeretem őt. Hogyan próbálom megérteni őt tévedéseivel, sőt, kapaszkodj meg, még bűneivel együtt is. Ez az igazi párbeszéd, ami ki kell, hogy alakuljon köztünk és a világ között, és ez az a bizonyos előre látható győzelem előszobája, ami, mert nem te, nem a magad eszközeivel, hanem Istenre bízva magadat fogsz megvívni, és fogsz győztesen kikerülni ebből a csatározásból. Jó háborúskodást kívánok! Mosoljal az ajkadon és a szívedben, derüvel és végtelen optimizmussal. Véd csak meg minden körülmények között, nyugalommal, a magad tehetségével, a magad hitét, mert azzal Jézust véded meg, és biztos, hogy Jézus megóv téged attól, hogy az elvtelen, vagy talán saját hibájának nem, de valakinek, valaki hibájának köszönhetően Isten tagadásban élő, felebarátod, embertársad próbál rád zúdítani minden vádat, és persze minden eszközt, amivel téged bántani tud. Mi akkor is szeretjük őket, még pedig őszintén valóban szeressük, szeressük ellenségeinket. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!